Amikor én Magyarországon 48-ban, nem csak én magam, de egy-két barátom együtt a távozás gondolatával foglalkoztunk, akkor ez is szerepet játszott, hogy hát mi akkor a 20-as éveink végén voltunk, én magam 29 éves voltam akkor, hogy hát ezt kibírjuk, pár évet ki lehet bírni nyugaton, és aztán visszajövünk. Hát ez volt az elképzelés. És még kezdetben is, amikor én Svájcba, hát az első időt egészen addig, amíg 51-ben Münchenbe kerültem, fizikai munkából éltem, mindenféle foglalkozásokat üztem, illetőleg alkalmazásban voltam, de mindenütt a legalsóbb szinten, mert a svájciak, amikor menedékjogot adtak, akkor tulajdonképpen két kötelezettséget kellett vállalni. Az egyik az, hogy Svájcot átmeneti országnak tekinti a menekült. Igen. Tehát minél hamarabb igyekszik elvándorolni, hát főleg kivándorolni tengeren túlra. A másik pedig, hogy politikai és sajtótevékenységet nem folytat. Ezt persze mindenki aláírta, én magam is aláírtam. Na most a svájciak ezt komolyan is vették, mégpedig a tekintetben, hogy bárhová mentél, te csak segédmunkási színvonalon kaphattál alkalmazást. Hozzá kell tennem, ez 56-ban megszűnt. Tehát az 56-os menekültekkel szemben a svájci hatóságok egészen másképpen viselkedtek. De 49-ben, még meg 50-ben, akkor hát emlékszem, olyan, egy szállodában dolgoztam, legalsóbb szint takarítottam, meg hasonló munkákat végeztem, és miután nyilvánvaló volt, hogy ennél valamivel többre is képes lennék, akkor hát be akartak venni az irodába, a hotel irodában. Nem is valami fontos munkám arra, hogy mindenféle ilyen vendéglői, mert ugye nagy étterme is volt, vendéglője is volt a hotelnak, ilyen bonokat, ital, meg ételbonokat rendezni el, hogy ez egy étel, az egy ital, ez emez, amaz, stb. Szóval tulajdonképpen elemi iskolás színvonalú munkát kellett volna végezni. Az idegen rendőrség ehhez sem adott engedélyt, hogy engem erre, igen, ezzel foglalkoztassanak ott ebben a hotelben. Tehát nagyon komolyan vették ezt. És ez érvényes, a másik dolog pedig a kivándorlás, hogy hagyd el az országot. Engem az idegen rendőrség majdnem minden hónapban egyszer fölhívott, hogy kedves Borbándi úr, mit tett a kivándorlás érdekében. De azért, hogy hagyd el az országot. És hát mindig kellett mondani, hogy levelet írtam ennek, levelet írtam annak, most jön majd egy kanadai komisszió, majd azoknál is jelentkezem. Jelentkeztem is, nem sikerült, mert a kanadaiak favágókat kerestek. És hát én oda is jelentkeztem, csak azért, hogy a rendőrségnek, igen, igazolni tudjam, hogy én mindent elkövettek az elmenetel érdekében.